Egyik nap este van, otthon ül a család, a kisfiú az édesapjához fordul és kérdezi: édesapám, milyen nagy az Isten? Ugye a gyerekek kíváncsiak, nekik a nagyság, meg egyéb dolgok nagyon vonzók. És a bölcs édesapa a következő nap elvitte a fiút az udvarra, természetbe, és mondta neki, hogy nézze fölfelé. A fiú felnéz, és az édesapa kérdezte, hogy na, mit látsz? Azt mondta a fiú, hogy látom az eget. És még valamit? És mondta, hogy édesapám, látom egy repülőgépet. És kérdezte az édesapja, az milyen nagy? Azt mondja a fiú, hogy az olyan pici, nagyon kicsi, olyan mint egy gyufadoboz. Jó van. És ők visszatért haza. Következő nap a fiút elvitte repülőtérre. Megmutatta neki repülőgépet. És a fiú csodálkozott. És azt mondta, hú, ez nagyon nagy, ez a repülőgép. Édesapa meg azt mondta, ezt a repülőgépet, és ilyen repülőgépet látta oda fönt tegnap. Közelebbről milyen nagy, és messziről milyen kicsi. Így van az Isten. Minél közelebb vagy, annál nagyobb. Minél távol vagy, annál kisebb. Testvérek, Istent nem lehet tudni, így ahogy most mondta, hanem tapasztalni lehet. És egyetlen egy módja van, hogy időt kell szánni. Ha Istent közelebbről tapasztaljuk, akkor mi érezzük, milyen hatalmas az Isten. De ha minél távolabb vagyunk tőle, akkor talán úgy érezzük, mintha nem is létezne olyan kicsi. Tapasztaljuk Isten erejét életünkben, közelebbről, szálljunk időt. Szép napot kívánok! Thank you.